Lámákat láthatunk a kistermelők lapja márciusi számának címlapján. Ennek oka, hogy ellátogatunk Lajos Mizsére egy farmra, ahol a lámákat hobbiból, a nandukat, ezeket a lenyűgözően szép futómadarakat pedig üzleti célnal tartják. De vizitálunk a Hortobágyon is, ahol megszülettek azok a borjak, amelyekben az ősök, vagyis az 50 évvel ezelőtt élt szürke marha bikák vérvonala élet újjá. A kísérletről és annak részleteiről is olvashatnak. Egy másik cikkben pedig a négyszarvú juhoké és kecskék rejtélyére. keressük a választ, mert hogy egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az ennek kialakulásáért felelős gént. Vizitálunk egy robotizált istállóban és ellátogatunk Zala Lövő térségébe is, ahol a falugazdás segítségével bemutatjuk a térség gazdálkodását és gazdálkodóit. Nem csökönyös a csacsi, hanem csak megfontolt. Körbe járjuk ennek a nagyon kedves állatnak a históriáját és mai használati lehetőségeit is. Gondolták volna, hogy akad olyan család, aki inkább választja a középkort, mint a 21. századot. Nos, igen, létezik ilyen. Méghozzá Kismaros fölött a bőrzsöny csodaszép környezetében élnek. Maguk varják a ruhákat, pásztorkodnak a gyerekek, kecskéket, tyukokat tartanak, és ha lehet, mindent saját maguk állítanak elő. Vizitálunk Kecskeméten, ahol minden csütörtökön tanyai termék piac várja azokat, akik igazi háztáit fogyasztanának. És bár a kistermelők lapja főként az állattartásról szól, a kertészmérnök tanácsai rovatban, a palántázásról lesz szó, és arról, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy szép palántákat neveljünk. Nos, a még kísérleti alanyaink itt láthatók. Olvassák, forgassák a kistermelők lapját. Önöknek írjuk.